Sziasztok! Na, én végre hazaértem, most már nem Magyarországon vagyok, és arra gondoltam, hogy ezen a héten nem fogok vlogolni, mert még próbálok átállni, még álmos vagyok általában így a délutánokon, és igazából nincs is semmi érdekes, amit most vlogolni tudnék, mert csak pakolok, rendszerezem a dolgokat, meg ilyenek, úgyhogy most jelenleg nincsen semmi olyan, amiről vlogolni tudnék. Ezért arra gondoltam, hogy most fogok csinálni egy ilyen mit eszek egy nap videót. Tudom, hogy már csináltam egyszer egy ilyet, de az egy olyan nap volt, amikor rohangáltam össze-vissza, viszont a mai napra nincsen igazából semmi olyan tervem, ami miatt rohangálnom kéne, nincsen semmi különösebb tervem. Reggel fölkelek, az első dolgom az az, hogy csinálok magamnak egy ilyen citromos vizet. Azért szeretek citromos vizet csinálni, és nem csak sima vizet iszok, mert a citromban lévő C-vitamin az nagyon fontos, hogy bevigyem a szervezetembe, ezen kívül nagyon szeretem az ízét is, és nagyon jó hatással van a bőrömre, detoxikálja ugye a gyomromat, emiatt ugye az hatással van a bőrömre, úgyhogy ez a legelső dolog, amit általában reggel csinálok, hogy megiszok egy nagy adag citromos vizet. Ezután pedig azonnal megiszok egy nagy bögre kávét. Én imádom a kávét. Szeretem feketén is, szeretem krémesítővel. A krémesítő, amit használok, az egy mandula alapú kávékrémesítő. Általában vagy mandula alapút, vagy kókusz alapút szoktam használni. Mind a kettőt nagyon szeretem, és vanília ízesítésű a kedvencem. A citromos víz után megiszok egy nagy adag kávét, és utána pedig reggelizek. Ha nézitek a videóimat, akkor tudjátok, hogy én imádom az avokádót, és ma reggel szintén avokádótoasztot ettem. Meg szoktam fűszerezni, és hagymát, és paradicsomot szoktam még mellé enni. És most pedig már, mennyi is az idő? Majdnem dél van, úgyhogy gondoltam, hogy akkor elkezdem megcsinálni az ebédet. Én amikor főzök, akkor általában kettőfélét szoktam főzni, mert én nem eszek semmilyen állati eredetű dolgot. Barátomnak általában olyat főzök, amiben van hús. Úgyhogy amikor én főzök, akkor általában kettőt szoktam főzni, ugyanazt a dolgot, csak az egyiket húsmentesen, a másikat pedig hússal. Úgyhogy ma úgy gondoltam, hogy valami könnyűt fogok csinálni, ami nem olyan sok idő. Vettem a Trader Joe's-ban egy ilyen alapot, egy ilyen étel alapot. Igazából ugyanúgy meg kell főzni, de benne van az összes hozzávaló, az összes szósz, az összes fűszer, úgyhogy igazából csak össze kell raknom és meg kell főznöm. A kettő dolog, amit vettem, ez az enyém, egy tempura karfiol, karfiol tempura, karfiolt berakom a sütőbe, miután megsül, utána pedig rárakok egy ilyen savanykás, csípős, édes szósz, és rizssel fogom enni. Amit nem én fogok enni, az pedig kung pao chicken, ez igazából csirkemell, zöldségek, és azt hiszem, hogy mogyoró, és ezt is ugyanúgy csak le kell kicsit pirítani olajban, és a szósz már benne van. Úgyhogy amit hozzá kell raknom saját magamtól, az csak a rizs, úgyhogy most ezt fogom elkészíteni. Amivel be van vonva, amitől olyan, mint hogy kicsit ilyen rántva lenne. És ez pedig a szósz hozzá, és csak be kell raknom forró vízbe, hogy egy kicsit felolvadjon, mivel ez a mélyhűtőben volt. És azt írja, hogy be kell raknom a sütőbe 20-25 percre, és amikor kész van, akkor pedig csak rá kell raknom ezt a szószt, és kész is. A karfiol már a sütőben van, és a következő lépés pedig az, hogy elkezdem csinálni a másik részét az ebédnek, ami kung pao chicken. És ehhez pedig a csirkét már kiöntöttem ebbe a tálba, ami szinte kész van, egy kicsit meg kell pirítani olajon, és ebben az acskóban találhatóak a zöldséget összevágva, mogyoró és kettőfajta szósz. Szóval kész van a karfiol, és ez a szósz hozzá, amit fel kellett melegítenem a mikróba körülbelül 1 percig, és most ebbe fogom belerakni a megsütött karfiolt.
Most már 4:30 van, szóval hamarosan el fogok kezdeni vacsorát csinálni. De mielőtt vacsorát csinálok, arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, mert sokan kérdeztétek, hogy hogyha én nem eszek semmilyen hús, meg semmilyen állati eredetű dolgot, semmilyen tejterméket, akkor hogyan jut be a szervezetembe elegendő fehérje, protein. És arra gondoltam, hogy azért megmutatom nektek, hogy hogyan is csinálom, úgyhogy még vacsora előtt fogok inni egy proteinséget, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy milyen márkát is használok. Szóval a márka, amit én használok, az 310 Nutrition. Szóval 310 Nutrition. Ez a márka, én ezt azért választottam, és azért szeretem nagyon, mert a shakeikben nincsen semmilyen cukor, tehát teljesen cukormentes, és emiatt nagyon-nagyon kevés kalóriát tartalmaznak. Protein, ami benne van egy shakeben, az lassan fog menni, mert fordítanom kell. Borsó protein, rizs protein és hemp protein. Ezen kívül van benne rengeteg-rengeteg vitamin. A legjobb dolog, hogy ezen kívül hozzáadtak a proteinshakehez egy ilyen zöldség mixet, amiben van organikus brokkoli, organikus kale, a kale azt hiszem egy ilyen káposzta, ez a nagyon-nagyon sötét színű leveles káposzta, organikus spenót, spirulina az... az azt hiszem, hogy ez egy ilyen alga kivonat, mert makarút, Bentley, és rengeteg minden van ide felsorol, úgyhogy nem akarom olvasni, de úgy lehetem, hogy még cékla juice is van benne, amit kifejezetten szeretek. Ó, és cinnamon! Oké, nagyon jó. Az én három kedvencem az a vanilla chai, vanilla és csoki. Szóval ez a három a kedvencem. Ezen kívül, hogyha valaki esetleg szeretne 1-2 kilót leadni, van nekik egy ilyen fogyókúrás teájuk is, ami szintén nagyon jó. Árulnak ilyen limonádé alapot. Általában, hogyha limonádét iszom boltban vagy étteremben, akkor ugye az általában tele van cukorral. És a legjobb benne, hogy ezek egyáltalán nem tartalmaznak cukrot. Úgyhogy most gyorsan akkor meg is tudom, hogy hogyan csinálom ezt a proteinséget. Ha meg szeretnétek rendelni ezt a shake package-et, tehát hogyha megrendeltek, akkor ebben van három különböző ízesítésű shake, van benne a fogyókúrás tea, és ezen kívül kettő limonádé, plusz ez a mixelő, hogy mondják, ez kulacs, akkor meg tudjátok rendelni. Ide lelinkelem a videó alá, és hogyha rákattintok, akkor ez automatikusan oda-vissza a weboldalra, és hogyha megrendelitek, akkor itt van egy ilyen kuponkód, ami az én kuponkódom. Hogyha ezt a kuponkódot beírjátok, akkor 80% lejön az egész megrendelésetekből. Szóval $100 helyett azt hiszem ilyen $19 megkapjátok az egész package-et. Úgyhogy, hogyha szeretnétek használni ezt a kódot, akkor itt van fel, nyugodtan írjátok be, és 80% lejön az egész megrendelésetekben. Szóval most már délután van, délután 4 óra 59, szóval majdnem 5 óra van, és úgy döntöttem, hogy vacsorára tacókat fogok csinálni. Különböző tacókat fogok. Szóval, mivel én nem eszek húst, ezért az enyém egy ilyen veggie taco dolog lesz, amiben lesz mindenféle zöldség, káposzta, lila és sima káposzta, répa, retek, nem is tudom, paradicsom, és egy ilyen vegan, majonézes, csípős szósz a tetején. A többieknek, mert át fog jönni az egyik barátunk, nekik pedig shrimp tacókat fogok csinálni, ami egy ilyen rák, de hát eredetileg nagy, de amikor megsütöd, akkor összemegy, szóval egy ilyen kis kávé ekkorára így összemennek, és nekik pedig olyan tacót fogok csinálni.